A Baptista Egyház Magyarország legnagyobb hazai szabad egyháza, amelynek Pécsett is van élő és szolgálatkész gyülekezete. Tulajdonképpen a reformáció harmadik ága, az anabaptista mozgalom szellemi leszármazottainak tartjuk magunkat. Az anabaptisták ugyanakkoriban nem tudtak tért hódítani, csak a 17. századtól Nyugat-Európában, Magyarországra csak a 19. században érkezett ez a tanítás. Úgy fogalmazhatnánk meg, hogy ami bibliai alapon épülő életünk, Krisztus központú élet. Mindenben a Szentírás tanítását tartjuk mérvadónak, így többek között a mások által történt elnevezést, a baptista elnevezést is elfogadtuk, mert hiszen tanításunknak egyik eleme a hitvalló keresztség, a baptista szó eredeti jelentése szerint a bemerítés, amelyet a Biblia tanítása szerint úgy alkalmazunk, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül. De tanításunk nem a bemerítkezésre, a bemerítés tényére szorítkozik, hanem, ahogy említettem, a teljes Szentíráson alapszik, és tulajdonképpen a Krisztus központú élet, ami azt jelenti, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk, és az ő tanítványaiként szeretnénk ezen a földön helytállni. A helyi gyülekezet mikor és hogyan alakult meg? Nagyon rövid a mi történelmünk. Az 1880-as években úgy kezdődött, hogy Budapesten baptistává váltak néhányan egy család tagjai, akik megkezdték itt úgy a munkát, hogy Bibliát árusítottak. A Biblia árusítás révén egyesekben fölébredt a kíváncsiság az újszövetségi igazságok iránt, és így úgynevezett házi biblia órákat kezdtek szervezni, amely később Isten tiszteleti formává bővült, mert hiszen sokan a hallgatók közül elfogadták a hitet, és bemerítkeztek. Már az 1890-es években olyan gyülekezet volt Pécsett, amelynek énekkara volt, és más módon is végezte a szolgálatát. Hosszú ideig a belváros különböző helyein voltak a mi imaházaink, leghosszabb időtartamot a Bástya utcában töltöttünk, és 15 évvel ezelőtt épült ez a jelenlegi Bokor utcai gyülekezeti ház, amelyben van a templomtér, a különböző kistermek, kiegészítő helyiségek, és itt nagy területünk van ahhoz, hogy tulajdonképpen a mi bizonyságtételünk alapjául szolgáló munkát elvégezhessük. Talán kijelenthetjük, hogy egy egyházi közösségnek feltétlenül szüksége van lelki vezetőre. Hogyan lehet igazán sikeres egy lelkipásztori munka? Hát a lelkipásztori munka és szolgálat és élet az nem olyan, mint egy más szakmának a kiválasztása. Elhívás kell hozzá. De mielőtt az elhívás meg lenne, élő hitre juttat Isten. Az én esetemben ez 21 éves koromban történt, amikor megragadott Jézus Krisztus feltétel nélküli szeretete. Akkor értettem meg, hogy engem Istentől, az ő csodálatos szeretetétől, attól az örök élettől, amelyre bennünket hívott, a bűn választ el az én bűneim. És hitre jutottam, és megértettem, hogy bűn az, hogy kihagytam az életemből Istent, aki engem alkotott, aki majd egyszer maga elé fog számadásra állítani. Miskolcon történt az, hogy megértettem, hogy Jézus Krisztus a megoldás az emberi életre. Hívő emberként vonultam be katonának,
és az egyik óév estén a századparancsnoki irodába töltöttem az órákat, és eligazítást kértem a jövőre. És akkor csendességemben az 51. Zsoltárt éreztem szívemben, mint Isten hangját, hogy vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hadd taníthassam utaidra a hűtleneket, hogy a vétkeserek megtérjenek hozzád. Ez volt az a pont, amikor megértettem, hogy életemben az én helyem az, hogy Isten országának munkásaként az ő elhívására hirdessem az evangéliumot. Ez kegyelem. Kegyelem Jézus Krisztusról tudni és az ő szőlőjében munkálkodni. Számomra a lelkipásztori szolgálat az Jézus Krisztus szolgálatába való engedelmesség, meghívni mindenkit az ő nevében Isten országára. Egy nyájban, egy közösségben azt mondja a Szentírás, hogy mindig vannak betegek, mindig vannak fáradtak, mindig vannak erőtlenek, és Jézus hívása, megerősítő kegyelme mindenkihez szól. És személyesen az én életemben az Istentől kapott látásom alapján nagyon fontos, hogy nem csak egy nyájon belül, hanem a nyájon kívül is hirdetni az evangéliumot, hogy minél több ember ismerje meg Istennek ezt a csodás szeretetét, hogy ő elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, és megváltozhat az életünk. Isten legnagyobb ajándéka a bűnbocsánat és az örök élet. A lelkipásztori szolgálathoz tehát Istentől egy ilyen elhívás kell, amit kegyelemből én is nyertem. Hogyan lett az itteni gyülekezet lelkipásztora? 1986 után, 86-tól 10,5 évet töltöttünk el Hajdú megyében, Derecskén, egy 10,000 lakosú kis városban, a Derecskei Baptista gyülekezetben, mint lelkipásztor, feleségemmel és családommal együtt, és egy aktuális egészségi probléma miatt kellett szolgálati helyet változtatni, és akkor Istenre figyelve ő győzött meg arról, a 40. Zsoltár igéjéből, hogy hirdessük az ő nevét egy másik helyen, egy nagyobb gyülekezetben, és mi alázattal az Úrban bízva, neki engedelmeskedve jöttünk ide Pécsre, ahol tapasztaljuk azt, hogy a gyülekezet Isten nagyon drága eszköze. Isten nagyon sok ajándékot adott a pécsi gyülekezetnek is arra, hogy fény legyen, só legyen, ízesítse ezt a világot, és mindeneknek mindenné legyen, hogy mindenkinek elmondja a legtöbbet, a legdrágábbat, hogy Jézus Krisztus a megoldás, az egyetlen megoldás az emberi életre. És ezt a munkát nem egyedül végzem. Ketten vagyunk a gyülekezetben lelkipásztorok, és a gyülekezeti munkában számos előjáró, presbiter, diakonus és igehirdető végzi a munkát, és igyekszünk, hogy a Krisztus teste, az egész gyülekezet ezt a tanúskodást Jézus Krisztusról megtegye, tehát az egész gyülekezet együtt Jézus Krisztus népe ebben a világban.